annyi mindent kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom. Az Arany János Gimnázium diákjai műsorával kezdődött a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából tartott megemlékezés Nyíregyházán. A Virág utcán Toma András emléktáblájánál az utolsó hadifogolyra emlékeztek. Mivel a Szovjetunióban hadifogolytáborból intézetbe utalt embereket törölték a hadifoglyok névsorából, Toma András kikerült a magyar hatóságok látóköréből. Hosszas kutató munka után találtak rá a Kotelnyicsi Elmegyógyintézetben, ahol Tamás András néven tartották nyilván. 2000. augusztus 11-én hazahozták Magyarországra az akkor 74 éves férfit, 2004-ben bekövetkezett haláláig féltestvére ápolta. A kommunizmus áldozatainak emléknapján az utolsó hadifogoly emléktáblájánál koszorukat helyeztek el. A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából tartott megemlékezés a Városházán folytatódott. Dr. Úrik Attila, Nyíregyháza alpolgármestere emlékező beszédében a családja a kommunista diktatúra ideje alatt átélt történetét mesélte el, és kiemelte, a kommunista diktatúra áldozatairól való megemlékezés a jelenkornak is szól. Egy totális diktatúra, egy totális állam az nem helyén való dolog, illetve nem az emberi értékeknek a része. Nem is lehet az, erre emlékeztetni kell a jelen és a felnövő generációit is, hogy határt szabjunk az emberi mohóságnak és az emberi rossz indulatnak. A Városházán kihirdették a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából meghirdetett irodalmi pályázat eredményeit, és a nyertes pályaműveket fel is olvasták. Az emléknap alkalmából a középiskolások számára irodalmi pályázatot hirdettek. Olyan pályaműveket vártak, amelyek megemlékeznek vagy tisztelegnek a kommunizmus áldozatai előtt, valós eseményt dolgoznak fel, a témával kapcsolatban élményt, érzelmet fejeznek ki, vagy üzenetet fogalmaznak meg az utókor számára. A beérkezett 30 pályaművet háromtagú zsűri értékelte. Az első díjat Trizner Laurának, az Arany János Gimnázium tanulójának ítélték oda. A szomszéd Anna néniről írtam, aki most 89 éves lett, és 18 évesen került a Szovjetunióba munkatáborba. És 6 évig volt ebben a munkatáborban, és nem kérdezte, hogy miért pont őt választották, hiszen a szülei betegesek voltak, ő pedig a húga pedig 14 éves. És elmesélte, hogy mik történtek vele, milyen szörnyűségeket éltek át, és hogy milyen dolgok történtek a Szovjetunióban az 1950-es években. Délután a 2014-ben a Szarvas utcán felállított kommunista diktatúra áldozatainak emlékművénél folytatódott a megemlékezés. Dr. Kovács Ferenc nyíregyháza polgármestere azt mondta, arról nincsenek pontos írásos adatok, hogy hány embert internáltak, zártak börtönbe, kínoztak meg és végeztek ki, de az ismert, hogy 1944-45-ben közel 2000 magyar településről több mint 100 000 embert hurcoltak el és dolgoztattak évekig embertelen körülmények között. Nyíregyházáról 2300 civil férfit vittek el Málenki robotra, majd a megyéből több mint 13 000 főt deportáltak, az elhurcoltak egyharmada soha nem térhetett haza. Tisztelegjünk most előttük és a kommunista diktatúra valamennyi áldozata előtt. Azok előtt, akiket koholt vádak alapján perbefogtak, letartóztattak vagy kitelepítettek, akik elmenekültek az országból, és azokról, akiket elhurcoltak és évekig kényszermunkatáborban dolgoztattak. Helyezzük el az emlékezés virágait azokért, akik soha nem tértek haza, és azokért, akik hazatérhettek ugyan, de többé már sem ők, sem a családjuk nem élhetett teljes életet. Akiket hitükért vagy származásuk okán üldöztek. Hajtsunk fejet mindazok előtt, akik szembe mertek szállni a diktatúrával, és azok előtt, akik szótlanul tűrtek, bízva a megszabadulásban. Áldozatuk nem volt hiába való. A megemlékezők a kommunista diktatúra áldozatainak emlékművénél koszorukat helyeztek el.